Megérkezett Ukrajnába a Nemzetközi Valuta Alap következő 1,1 milliárd dolláros hitel részlete. A pénzt fontos, nem katonai jellegű költségvetési kiadások fedezésére fordítják, jelentette be Szerdán Denis Mihály miniszterelnök a Telegram csatornáján. Ezt a részletet a 15,6 milliárd dollár értékű AFF program sikeres ötödik felülvizsgálatának köszönhetően kaptuk meg, írta a kormányfő. Idén ez már a harmadik IMF részlet. Márciusban Ukrajna 900 millió dollárt, júliusban 2,2 milliárd dollárt kapott. Így a teljes összeg az éveleje óta elérte a 4,2 milliárd dollárt. Decemberben újabb 1,1 milliárd dolláros részlet várható. Ukrajna megállapodását az IMF-fel az EFF programról 15,6 milliárd dolláros hitel folyósításáról 2023. márciusában hagyták jóvá. A program keretéből már hat részlet érkezett be összesen mintegy 8,7 milliárd dollár értékben.